Ki kell szállnia a német jegybanknak az Európai Központi Bank 2015-ben indult uniós kötvényvásárlási programjából, ha az EKB nem bizonyítja, hogy a program alaposan átgondolt és arányos volt? A német alkotmánybíróság az ítélettel az Európai Unió bíróságának döntését is felülbírálta. A történelem során először a német alkotmánybíróság úgy találta, hogy az európai intézmények döntése nyilvánvalóan túlterjeszkedett az európai kompetenciákon. Ezért Németországra nézve hatálytalan, mondta az alkotmánybíróság elnöke. Az eljárást kezdeményező német konzervatív politikus Peter Gauweiler szerint az ügy elsősorban nem a kötvényvásárlásról szól. Lehetséges, hogy a kötvényvásárlás az adott esetben szükséges volt, de Európában, mint jogközösségben erről a választók által felhatalmazott vagy adott esetben leváltott intézmények dönthetnek, vagyis a parlamentek és nem névtelen pénzügyi testületek. A kötvényvásárlási program egy gazdaságélénkítési eszköz, amely likviditást biztosít a piacoknak és csökkenti a deflációt. Még a szakértőknek sem világos, hogy a döntés alapján vajon tényleg ki kell-e belőle szállnia a kötvényérték 17%-át felvásárló német központi banknak.